Hát nagyon vártuk. Jó reggelt. Jó reggelt, hogy elkezdődjön a start. Plusz, mert ugye első vendégünk, akivel már nagyon-nagyon régen találkoztunk, Charlie. Jó reggelt! Jó reggelt! Nagyon szépen köszönöm a meghívást, Robi. Mind a ketten meghatódtunk. Hát, mi az egész csapat hívott téged, és pont arról beszéltünk, hogy olyan sok mindent kell átbeszélnünk, hogy mindjárt csapjunk is bele. Nem érkeztél üres kézzel, tök jó fej vagy, nagyon kedves vagy, mert Mártinak meg nekünk, vagy nekem is hoztál. Aranytollal írtam. Én nagyon meghatódtam, de tényleg, hiszen ez az igen, új Márti lemez. Mindjárt zokogni fog, addig én kérdezek. Ugye a legújabb albumot tartjuk egyébként a kezünkbe, aminek az a címe, hogy Mindenen túl. Mesélj nekünk egy kicsit úgy erről az albumról, Charlie, hogy közben azt látjuk, hogy olyan felhozatal van a közreműködők tekintetében, amit én nagyon ritkán látok lemezeken. Nem, az én sok-sok lemezemen se volt ilyen felhozatal, általában fúvó szekció volt, vokalisták voltak, és én megígérhettem volna több művész barátomnak is, és valószínű, hogy úgy is lehetett volna, de három embernek megígértem még régebben, mi ugyanis egy színpadon sokszor felléptünk a Tóth Verának, a Veres Mónikának, a Nikának és a Szolnoki Petinek, hogy szeretnék egy duettet velük elénekelni, és ez összejött. Egy óriási fúvó szekció, a Bojki Gospel vett részt a lemezen, és hát az én zenekar, ami már tulajdonképpen 80 óta együtt vagyunk, a drága Lel Pisti volt még a hetedik tag, mostanában fogok kimenni hozzá újból, most már ő otthon van. Úgyhogy nagyon-nagyon boldog vagyok, mert ez a Covid történet. Az alatt készült, a karantén időszak alatt készült. Tulajdonképpen igen, mert január 15-én mentünk be, és tulajdonképpen március 15-én már kész voltunk. Szokták mondani, hogy ilyen rövid idő alatt nem lehet elkészülni, de hát rendkívüli zenészekkel dolgozok együtt. Ez az én szerencsém, mindig róluk. Meg saját magad, vagy a saját magad szerencséje szerintem. Nem, egymásért dolgozunk, ez egy család most már, nagyon-nagyon hosszú ideje vagyunk együtt, és szoktam mondani valaki, már fél szavakból is megértjük egymást, nagyon csodás dalok születtek. A visszajelzések olyanok, hogy valakinek ez tetszik, valakinek az, valakinek így, hát ugye természetesen a zenei fülek mindenkinek más, valaki balladát szereti, valaki a funkot szereti, és itt mindenféle stílusú zene van. Mindannyian azt nem mondom, hogy nagyon jól ismerünk téged, ezért jól ismerünk téged. Aki egy kicsit viszont közelebbről ismer téged, az pontosan tudja rólad azt, hogy egy végtelenül érzékeny, jószívű ember vagy. És azt azért mondom így, mert egy zenésznek rengeteg zenész társa, haverja van. De barátja, talán nem sok. Haver sok volt, de neked nagyon jó barátod volt mindig is a Somló. Igen, róla is írtunk egy dalt, a Víg Peti írta, amit a Halász Jani zongorista kollégám hangszerelt meg. A Víg Peti az tulajdonképpen a Somlónak a kollégája volt kint, a Trans Europa Expressbe kint, ő 10 évet játszott, vagy talán lehet, hogy egy kicsit kevesebben, sokszor szoktunk Finnországba és Stockholmba találkozni a Tamással, mert ugyanazt a utat jártunk be. Ugye ennek a lemeznek áprilisban lett volna a megjelenése, ugye az maradt el, de most már elérhető, illetve egy nagy koncert is párosul majd hozzá. Azért ez egy ugyan jövő évi koncert, de azt gondolom, hogy érdemes már most beírni a naptárba. 21 áprilisa? Nem. Bocsánat, nem. Jövő évben lesz egy érdekes koncert, egy érdekes koncert, ami Charlie-ben, pontosabban most már Charlie-ben lettünk, mint a Tátraiben, úgyhogy két zenekar fog fellépni a Sportarénában április 3-án. Okay. Az lesz egy nagy koncert, és addig pedig... Nagy koncert, és ezt a lemezt tulajdonképpen én az év végére tervezem bemutatni, mert ez egy nagyon sok munkával járó dolog, 14 dal van rajta. Hát mondom, csak a barátok és a zenész. Elképesztő, és 2006 óta nem volt saját lemez. Ennyi idő kellett, hogy az emberben ez így megérjen? Hát
Nagyon sok lemezt adtam ki 2006-ig, nem akarom számszerűsíteni, de ugye volt a Tátrai Band, persze, ezeken és a Charlie, amikor a szólóalbumot elkészítettem, és volt olyan 5-6 év, amikor Tátrai Bandet is adtunk, és Charlie-t is adtunk, és ez borzasztó nagy példány számukba fogyott el. Tulajdonképpen meg kellett élnem ezt az egész dolgot. Nekem volt egyébként most egy 4-5 évem, 6 évem, amikor egy kicsit dolgozni kellett, és közben a feleségem elment, sok minden történt, úgyhogy át kellett élnem. Most nagyon pozitív az egész dolog, mert most már kisunokám 9 éves. Tehát most jött el az a pillanat, hogy most jött el tulajdonképpen tavaly januárban, vagy februárban azt hiszem kint voltunk Erdélyben, amikor busszal jöttünk haza, vagy talán repülővel, nem tudom. És mondtam a Halász Janinak és a László Attilának, hogy most kell írni egy lemezt, és lesznek vendégek. A Haba Tortán tulajdonképpen az, hogy miközben készült ez a lemez, kaptam a Pálinkás Gergőtől egy felkérést, és a Tolditól, hogy van két dal, amit meg kellene csinálnom, és ez a Legendák című lemezen lenne. Felénekeltem, és két nap múlva visszahallgattam a dalt, és mondom, ez olyan, mint hogy a Charlie zenekar csinálta volna ezeket a dalokat, és másnap felhívtam őket, hogy nem akarok a Legendák című lemezen lenni, hanem lehetne az úgy, hogy ez a két dal az én lemezemen szerepelne, és így került a Dézsi Zoli filmrendező, aki engemet megtalált, hogy januárban lesz az új film bemutatója. És annak lett ez egy betétdala. Igen, hogy a lemez közben, amit csináltuk őnek, hát ez a Haba Tortán, hogy megtetszett egy dal, a Állarc nélkül című dal, és imádják a dalt, és már készült hozzá egy videóklip, úgyhogy azt látják, óriási dolog. Na, egy kész jegyzetfüzettel érkeztél hazánk, csak azért, mert hogy szalad az idő, gyorsan mondjuk el azt, hogy hol lesznek most fellépéseid. Hát ma Király Helmeszen, Szlovákiában, ez lesz az első bulink a zenekarral, és aztán vannak ilyenek, hogy ugye Charlie Tátrai április 3, Sportaréna, szeptemberben az Elmaradt Mom koncert, szeptember valami 16-án, de itt már nincsenek jegyek, mert megtartották a jegyeket, ami elmaradt, és ez már full ház, és októberben lesz Mom, ahol két előadás két lesz egy nap, két buli lesz. Tehát nem fogsz unatkozni akkor, ugye? Ahova már meg fogom hívni a pár vendéget, és az új lemezről bemutatunk egy pár dolgot. De jó, nagyon örülünk. Hát köszönjük, hogy eljöttél nagyon hozzánk. Nagyon szépen köszönöm. Azt még meg szeretném említeni, hogy Valla Attila, Grecsó Krisztián, Toldi Tamás, Horváth Attila, szövegírók, és hát fogadjuk akkor most ezt nagyon nagy szeretettel tőle. Nagyon szépen köszönöm ezeknek nagyon. Az embereknek, akik csodát tettek ezen a lemezen, és a zenész kollégáimnak, mert őket mindenki is. Így van, és nagyon neked köszönjük, hogy te pedig eljöttél ma reggel. Köszönjük szépen. Köszönjük, hogy itt vagy.